augusztusban kinyűjtük a többi kendert, ezt meghagytuk magnak. Amit kinyűjtünk, azt kévébe kötöttük, az udvaron ástunk egy gödröt, mivel nagy szárasság volt, nájlonnal kibéleltük, vizet engedtünk bele, és abba eláztattuk, mert a kendért el kell láztatni, hogy ezek a levelei lerohadjanak róla. A Beregdaróci tájház udvarán mutatja meg Torma Benedekné, hogy hogyan lesz a kenderből vászon. A megszáradt szár például alaposan megtörik. Mindjárt nekünk már megvan a szősz. A pozdornya kihullott belőle, és amit már eltörtünk, az már itt van. Ez már el lett törve, erre most már szükség van a dörzsölésre. Ezután jön a gerebenezés és a sutulás, ezek a régi hagyományban megőrződött szavak azokat a tevékenységeket és szerszámokat elevenítik meg, amelyeket évszázadok óta használtak a környéken. Az első osztályú szőszt én most fonom. Felkötöttem a guzsajra, és fonom. A zorsaut forgatom, ez sodorja a fonalat. Közben itt a guzsajrú húzom a szép, meggerebenezett szőszt. Aztán a szőszből hamarosan fonál lesz, de addig, míg a motollán, a vetőn és a mosáson is túlesik az alapanyag. Hát ugye télen ezt meg kellett minden darab fonalat tekerni. Ebben nagyon sok idő eltelt télen, míg ezt megtekergettük. Mert a fajfárú ment a vetés. A leglátványosabb munkafolyamat a befejező, amikor az osztovátán vagy esztovátán megszövik a kendert és vászon lesz belőle. Hát ez egy rettenetes nagy munka. Mire a vászon ide kerül, tetszenek látni, hogy rettenetes nagy munka. Nem véletlenül része a megyei értéktárnak a Beregdaróci kenderszövet készítés. Itt a kendermag elvetésétől kezdve azt a teljes vertikumot igyekszünk bemutatni, hogy hogyan is lesz majd abból a pici kendermagból egy olyan csoda, amely akár egy terítőben, akár egy díszpárnában, vagy akár egy falvédőben meg tud mutatkozni. Én úgy gondolom, hogy ez a hagyomány, ez a paraszti életnek egy olyan emléke és egy olyan öröksége, amelyet nekünk ápolnunk és őriznünk kell, és át kell adnunk az utána következő nemzedéknek, és ezért vagyok nagyon hálás azoknak a Beregdaróci asszonyoknak, akik ezt még mívelik, mert nagyon fontos küldetést vállalnak magukra, és az ő munkájuk eredménye, remélem, hogy majd a jövőben is meg fogja mutatni azokat a Beregdaróci értékeket, nem csak itt Beregdarócon, hanem országszerte, amelyre büszkének kell lennünk. A kenderszövés mesterségének legfontosabb eszközeit őrzi a Beregdaróci tájház, de a Kölcsey Televízió rövid filmet is készített a munkafolyamatról, amelyet Weekend című műsorunkban mutatunk be a közeljövőben.